van most elértünk be. Éppen megkapták a menázsit, a madarat. Ezt az efető típust nagyjából 40 évvel ezelőtt francia galambász barátomtól vettem egy francia galambász labból, mert Magyarországon az a divat, hogy két oldalon van párca, itt meg csak egy oldalon van párca, tehát nem kell a nyakukat bedugni a galamboknak. Ez pedig a délutáni takarmány, tehát ezzel csak annyi különbség van, hogy ebben kukorica van. Tehát annyival különbözik, de semmi csoda nincs benne. És mutass ebben néhány eredményes madarata lehet róla szó. És ahol fiók van, szintén egy öreg galambász barátomtól tanultam 50 évvel ezelőtt, hogy így kell csinálni. Le van súlyozva. Így kell csinálni etetőt. Tehát nekem megvannak ezek a fölakasztható etetőim. De nem jó, mert szétverik. Ebbe így teszem, nem borul föl. És nem kerül sokkal, csak egy kis kodafigyelmet. Egyik másik olyan öreg változott, hogy 30 éves. Konzervdobozta azt. Ezek magasabbak mennyiben érzem. Nem, ez 40 centi, és nincs egészen 80, mert nem férne be a 80, de az már abszolút szabályos, tehát ez 80-szor 40-40, és akkor a porfogó meg így. Igen. De nem is gondolná az embernek, hogy mi minden megy. Én mutassál be egy-két nagyon a legeredményesebb madaradat, légy szíves. Amik a legközelebb állnak az alapgalambokhoz, a döbár galambokhoz és az okozatokhoz. A baj ott van, hogy azért nekem azáltal, hogy itt a rövid távra át kellett térnem, most az át kellett a tudó dolog, hogy ugye mert az jött ki, tehát ezért feltétlenül ezt a gyors janzeros típust rá kellett hozni. De az, amiről beszéltünk, hogy a deszmetalongalmat, tehát már nem is a döbáréról, hanem amit a deszpetet behoztunk, tehát abból a leginkább, hogy kint a fényképét megmutatom ott az egyik alapgalambomnak, az van két hímen, meg két tojó. Ez, amit levettem, ezek nem vesznek el. Csak az a baj, hogy rövid távra nem elég gyorsak. Tehát az a Janzel ág, ami nekem van, egy pindulkát benne van a Peller galambja is, csak nagyon keveset, ugye most, ha így akar fogalmazni az ember, hogy Peller galamb van benne, akkor itt szoktak ilyet mondani, tehát szerintem 15-12,5% áll. Az már szinte egyelő a nullával. Ez például egész közeli ágon az a behozott deszmetekre, hát csak ugye van is már 2-3 generáció, ez is. Ezek jönnek útról útra, nem lehet elhagyni őket, csak nem nagyon koptatják. Mutass közelebbről, légy szíves. Itt meg a tojást meghagytam. Nem jó beállítás. Most dobja a tornát. Ez a korábbi évből tojó testvére, de ez is mind a kettő meg van belőle, sőt helyezéseket hoznak, csak messze nem úgy, mint ahogy a Janzen alapú. Szenzációs felépítésű valamit. Tényleg könnyű. Az a fészek testvére, tehát így van, ez két hím abból az évjáratból, ebből az évjáratból meg két tojó van. Jó típus. Ez ugyanaz tojóba, meg ennek meg ez a fészek testvére. Mutasd be, légy szíves, hogy látható legyen. Igen. Most ez a borzasztó nehéz dolog.
ezt megcsinálni, hogy az ember spécizze is a galambot, hogy jöjjön a versenyen, de ugyanakkor a vedlés július végén, augusztus elején az katasztrofális. Tehát ez a legjobban még ezek állnak közel ahhoz, hogy ez a fészetestvére vannak a tojónak. Tehát ezek azért 5 évesek, azt azóta egyfolytában minden úton oda vannak. Most lehet ilyeneket mondani, hogy ez csak 300 km, de azért van kemény is. Hát azt nem tudjuk, hogy 300 km fölött mit produkálnak. Szerintem ezek ugyanúgy szállnák a 6-7. De sőt, hát ez biztos vagyok benne, itt az a probléma, hogy pont azért nem jók ezek, nekem azért kellett leállni erről a vonalról, mert rövid távot röptetek, akkor ez nem jó ez a vonal. Majd mutatok rövid távosan. Ez a negyedik testvérünk, tehát ez annak a hímnek a fészek testvére. Tehát nincs több, ebből nem 15-öt engedtem ki, ebből 4-et. Ott sokan nem szeretik ezt a széles farokat. Minden extra galambom szinte ilyen volt a faroktolla. Óra mutatja meg, hogy most az jó az alapja. Nagyon előre vannak a vedléssel. Volt egy nagyon kedves ford barátom, gondolom nevezhetem így, egy csodálatos kék hímet szerettem volna neki ajándékozni, és azt mondta, hogy nem kell neki, mert pótfarkú madár. Én nem szerettem. Én értek az alapírálathoz, mert mindenféle minősítésen meg volt, még oktattam is. És gyönyörű galambjaim voltak, de a röpgalamnál egyetlen dolgot kell vizsgálni, az, hogy benne van-e az órába, élve vagy nincsen. Ez ilyen egyszerű ez a dolog. Nekem tudattam már ezt. Ez már a Janszenáj, éves galamb, 2 héttel ezelőtt vele nyertem versenyt. A következőképpen még a 90-es évek. Ide tudod fordítani, hogy tudjam fotózni? Ó, süket vagyok. Hát mutatok én nektek Döbáre galambot mindjárt, de süket vagyok. Mindenáron nem akar a kezembe maradni. De éhes. Ez a legközelebbi Döbáre galambot, tehát ennek a nagymamája az eredeti behozott galamba kovácsoló tojóban, amit még a Dánkéval együtt hoztam be. De ő neki tavaly volt első díja, de az anyjának is volt első díja, és ez nagyon jó galambom volt. És ugyanazt az ellátást kapja minden. Minden galamb. Nézd ide, Töri bácsi. Még 8 tollon áll. Tehát még 8, csak az első 2 tollát cserélte. Van, ami már 5 tollonál, 4 tollonál. Jó, így van. Zoli, ez annyira nem értenek a galambászok, hogy egyszerűen szörnyű. Tehát az, hogy te ezt észreveszed, ez azt jelenti, hogy te neked van valami fogalmad erről a játékban. Hát olyan hülyeséget most kellett az egyik kezdő galambát, most kellett eligazítanom, mert nekik azt mondták, hogy akkor kezdheti vinni a fiatal galambokat edzésre, amikor már 2 tollat dobott. Mondom neki, hogy kedves barátom, nekem van olyan galamb, amit leválasztok, már eldobott egy tollát, és van olyan 2 hónapos galamb, ami még nem dobott tollat. Hogy van ez? Mihez igazol? El kellett neki magyaráznom, hogy bő 2 hónaposnak kell lenni, amikor a gyakorlót elkezdhetem vele. Egy bő 2 hónapos galamb már az, amelyik erre képes. Egy gyakorlás, őszinte lehetek? Engem találkozhatok. Ő áll a legközelebb hozzá. Tehát majd megmutatom kint a nagyanyjának. Ő áll a legközelebb. Döbárénak az egyik utolsó nyerő galambjának a tévunokája már, mert a tojó, amit behoztam, az eredeti, annak az apja a Roder, egy vörös galamb volt egyébként. A Roder az túl nyerte a 700 km túlzót. Tehát az is, én már nem tévedek, mint a nemzeti díjnak, vagyis nacionális. Ja, a nacionál az nemzeti díjnak.
egy hónapot álltunk túl be a cirkusz, ami valami probléma volt sorban. A túlbai. Tetszik az a kis sötétből jó. Még senkinek nem tettem a nyelvet. De ez a kis sötétből jó, nagyon közel állhoz. Nem igazán sok mindent nézel ki, de nevetséges, ezt nyertem. Ladányi Danitó, ezt nyertem tombolán, ebben az évben van 9 helyezés, azt hiszem. Ezt fogta az első három utat, és ő vezette a sampió listát, csak most takást azért csináltak egy olyan jó húsz, hogy egyszerűen szóval. Az a legjobb valamit, csak most mindjárt megmutatom, az a most is a sampió listán életben van, az, de ő neki még származást sem tudok mondani, mert szegény meghalt Kucsera Jóska barátomtól hoztam el, amikor meghalt tiszteletből az anyját meg az apját, kiengedtem belőle 4 fiókot, egy rögtön elveszett a háztól, 2 rögtetéssel hagytam meg, mind az Istenéből le meg favorit lett. Tehát azért így kell ezzel bánni. Hát, kimegyünk egy galambiacra Belgiumba, ott is kiválasztatjuk az életünk legjobb párját. Nem, azt lehet mondani, hogy Magyarországon is már onnan hozhatnánk galambot, hogy nincs olyan módszer, hogy ne legyen valami jó szállításról. Valamnak mindene megvan ahhoz, hogy repüljön. A váza is megvan hozzá. Ilyen rövid távon nem tudom, hogy egy hosszabb távon mit csinálna, de azért ez a módszer amit mondok neked, hogy igen. Hát ez megy addig, amíg ebben van, aztán utána tiszta víz. Én naponta nem töltök föl soha, tudod, hanem megcsinálom 2 literre, megcsinálom azt, amit én akarok adni nekik. És akkor ha elfogy, akkor tiszta víz, de abban benne van az a hatóanyag, amit utána meg kell venni. És a röhelyes az, hogy az ő anyját, amikor apja elment, visszament, de a gyerek nem adta vissza, hogy mikor őt elbundázta, ő anyját hozzátettem ehhez a őrült Janzai mémemhez, mert ez szétveszi az embernek a kezét, és egy favorit galambot költött nekem, tavaly ő vezette a sampió listát, és a 8. út előtt nézem, a rohadt élet rádolott egy plusztollat. Hát mondom, ilyet nem csinálok, hogy most ezt nem küldöm ezt a galambot, mert így a növőtól mellé eldobta a következő tollat, már nem tudom, hogy 7 volt bent neki, vagy 6, vagy hogy volt bent, de rádobott. Mint ahogy jön. Mondom, nem fogok, mert ő neki mindegy, mert őt együtt van. Mondom, ilyet nem csinálhatok, hogy egy sampió listát vezető galambot nem fog lepakolni, hát mondom, életre megbánom, hát legfeljebb mondom, nem fog időbe jönni. Soha többet nem láttam. Az a probléma ezekkel, hát a mai világban már egy pillanat alatt rámennek az internetre, megnézik, már vége van. Most egy gyengéske galambom, lefújta a szél az északi szél, és valahol Bátaszék környékén fogták meg. Abban a pillanatban fölkerült az internetre. De az a galamb... Olyan sportás véletlenül egy pecsületes. Az a galamb, amelyik meghatározott, meg küllemre is. Igen. Ugyanúgy, mint nagyon rossz szemű embernek kell lenni, és hol arra kovácsolt hímelment. Te ott vannék. Tehát azért nagyon rossz szemű embernek egyén kell is, lenni, hogy ne, ránéz az ember, és akkor... Egyén is. Ugye a Bálintból beszéltünk, a Sós Bálintból, ugye? Igen. Hát ez például... Nem jó galamb persze, de a Bálintnak a két olimpiás galambjának ilyen elég közeli leszármazottja, mert egy tojást kaptam én a Bálintból, adtam meg ilyen standard galambokat, azt akkor minden áron meg akarta hálálni.
hozott nekem két olimpiás galambja, ami legutóbb volt, egy rövid távos. És ezek Kékkovács vagy Csaposi? Az a Kékkovács volt ugyan, tehát az, tehát ő neki a nagyszülei, igen, az anyja volt annak a gyereke, igen. A nagyszülei mind a kettő kint volt olimpián, az egyik a utolsó, a másik az utolsó előtti olimpián, a tojó meg a kín. De azzal úgy szintén úgy vagyok, hogy ez is jön mindenhonnan, de sajnos nem jön. Nem nagyon jön listázom, tehát két helyezése van. Pedig úgy aránylag még talán nem is a legrosszabb. Fogásra. Tipikus hosszú, középes hosszú távú alatt fogásra. Mondhatod így, mert középtávú olimpikon volt az apja, az anyja meg, vagy fordítva, rövidtávú tojó volt. Tehát abban a kategóriában benne volt Magyarországon az első öt galambban. Harangos. Csak az a baj, hogy... Hát ezeken a rövidebb utában. Ez egy nagyon jó ágam, sajnos az a Janzei, mert elveszett a hátulmányban. És az a Janzei, hogy kitől volt, miért volt? Elkezdtem mondani, csak végül abba hagytuk, hogy az első úgy keveredett be hozzám, hogy egy nyugati... Ő már nem megy. Ő nem megy, még útra. Nem is már az sem jön, mert kevés hímen volt, és le kellett állítani. Ő van párban, egyébként a Döváros tojóval. A kisebbi tojó? Ő van. Ez hím. Sötét tojó. Sötét tojó, úgy van. Majd kint mutatok neked, egy gyerekeket, mert most hagytam, hogy is egy már elindult a nagy rendés irányába. És tehát úgy a Janzenos galamb úgy kezdődött nálam, hogy a 90-es évek elején itt volt nálam egy német fickó, aki ott valahol a francia határ környékén lakik, és egy olyan nagy kereskedő pali, aki a cégünkkel kapcsolatban volt. És akkor megtudta, hogy én postagalambász vagyok, akkor hát ő is postagalambászik, de hát nem úgy volt, hanem ilyen gazdag, 300-as Mercedes-szel volt itt. Akkor ültem először 300-as Mercedes-szel, mert még ráadásul javítatni is kellett. És akkor eljött megnézni a galambokat, akkor még szinte teljesen a Döbáre Deszmet Reikertes galambok voltak itt. És hát ezek aztán beleverte a csúfot, hogy hát nem komoly galambok. Kérdezi, hogy Janzen galambom nincsen? Mondanak, hogy az nincsen, mert tényleg nem volt Janzen galambom akkor. És azt mondja, hogy majd ő küld nekem. Mondom, mit küldesz? Mondom, mert járt, a kamion járt ki hozzájuk. De mondom neki, hogy elegendő, hogyha tojást. Ja, mert mondom neki, hogy hogy van Janzenod? 4000 márkáért vett két darab, még a 90-es, jó, a 90-es, 90-es években vette. Volt, a 80-as évek végén a fiatal Merckx-nek, meg a 019-nek vett meg egy-egy gyerekét. Hát féltestvérek voltak, mert anya különböző. A lényeg az, hogy megvett egy száli hímet, meg egy kovácsolt tojót. Tehát a 019-esnek egy száli hím gyerekét vette meg, meg megvette a fiatal Merckx-nek, meg megvette egy kovácsolt lányát. És mondta neki, hogy jó, küldjél tojást belőle. Mert ezek 88-as vagy 89-es galambok voltak, és akkor ő azt mondta, hogy még költenek ezek a galambok. És én, ahogy utána néztem, lehetséges volt, mert én 74-es volt az egyik. Igen, a fiatal lesz, igen. És a 019 még aztán fiatalabb volt egy vagy két évvel tőle. Tehát még lehetséges volt ez a dolog. És, de hát ez a
én ülel kapcsolatom ezek szűnt, de én éreztem rajta, hogy ő nem egy fogoly galambász egyébként, az a gazdag ember, elmegyek és kifizetem, mert én most galambászt is mutogatottam.